Július 6-án tették le a Madárhegyi Gyermekliget alapkövét, szeptember közepén pedig már mind a három tervezett épület állt. Már a falakat vakolják, csak a madárfészket imitáló tető hiányzik róluk. A rekord gyorsan épülő, 3 milliárd forintból megvalósuló önkormányzati beruházás alapvető hiányt pótol Madárhegyen. A gyorsan beépülő városrészről rengeteg szolgáltatás hiányzott. Az itt élő családoknak ezért a gazdagréti házi orvosokhoz és óvodákba kell járniuk. Jövőre viszont már helyben várja őket a komplexum óvodával, bölcsödével, gyermekházi orvosi rendelővel. De játszótér és közösségi tér is rendelkezésre áll majd. Ezt valóban egy olyan csodálatos gyermekliget lesz, amire mi büszkék lehetünk, és aki pedig birtokba veszik, azt pedig örömmel fogják tenni. Az önkormányzati bejáráson kiderült, az építkezés az ütemterv szerint halad, októbertől indulhatnak a belső munkálatok. A teljes kivitelezésnek ez kb. 20%-át fogjuk elvégezni, illetve a kivitelező fogja elvégezni szeptember végére, le is vonulnak a szerkezetépítők, és onnantól kezdve már a szakipari munkák fognak készülni. A Madárhegyi Gyermekliget három épületből áll, egy két csoportszobás bölcsödéből, egy négy csoportszobás óvodából és egy két praxisos gyermekorvosi rendelőből. Az óvoda és bölcsöde modern játszóudvart kap, mellettük pedig egy nyilvános játszótér is készül. Az épülete különlegessége, hogy mázas cserepek borítják majd a jókora a házak oldaláig leírő tetőket készülnek a mázas cserepek, egy, egy attrakció lesz, hiszen mázas cserepes épület gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés van az országban. Van az Iparművészeti Múzeum, a Zsolnai, nem lesz mintás, de azért nagyon szép lesz. Az egyes épületekben óriási ablakok engedik be a természetes fényt, a fűtés-hűtésről pedig geotermikus hőszivattyú gondoskodik, a vécék öblítésére pedig úgynevezett szürke vizet alkalmaznak. Tehát esővízzel vagy a helyben fúrt kútból származó vízzel öblítik le azokat. De még a falak szigetelése sem hétköznapi nem alkalmazunk homlokzati hőszigetelő anyagot, hanem 44-es porotán téglából készülnek a körítő falak, és erre hőszigetelő vakolat készül. Nyilászárok fából vannak, három réteg üvegezésűek. A gyermekliget jövő nyárra készül el.